Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit a Márkó és Barna Sikireg második évadának negyedik adásában. Cső kukorica! Szia, uram! Nagy szia neked! Hello, nem készültél újabb köszönéssel, ez a már de, volt. De, a szia urammal köszöntem, és tudod, hogy miért a szia urammal köszöntem? Később el fogja nyerni az értelmét ez, de most előbb bemutatom a vendégünket, aki nem más, mint Tenner Benjamin, vagy Tenner Beni, ahogy őt szólítani kell. Sziasztok, szia, uram! Beni. Sziasztok, uram! Szia, urak! Szia, uram! Sziasztok, mi a Benivel uram. Együtt csináltuk a Szia, uram! Című jó, számot, igen, és ennek az argónak a Beni a, hogy is mondjam, hírnöke, vagy a midőmenje. Sőt, hát egyébként valahol ti mindketten az apáim vagytok. Hiszen a Sikideg vagyok Instagram oldalaz. A Szia uramból nőtt ki. Nagyon köszi, tényleg, köszi. Igen, igen. Istenem. Egyébként kicsit beszéljünk akkor a jogdíjakról, meg a befolyó reklám. Mert láttam, hogy ez elég sokat reklámozol. Mennyi az annyi? Mennyi a vége? Nagyon max? Vagy legalább a fél áfával akkor tudunk valamit okoskodni? Hát, hogy nem lehet a szavába vágni. Nem, nem, folyamatosan. Nem. Semmi gond. Folytasd. Jó, pénzezzünk, szerintem dumáljunk, és akkor csörögjünk össze valamikor. Annyi, hogy a jövő héten be vagyok annyi, havazva kicsit. Annyi, e-mailen, és akkor, hogyha küldtök egy e-mailt a Hello-ra, akkor a kolléganőm lehet, hogy rácsatlakozik a témára, és akkor hamar fel lehet göngyölíteni. Jó, figyelj, memót dobsz erről nekem, és akkor rá tudom mert teszed, Barna, hogy akkor ezt... Infokukacra fogom tudni küldeni, azt szerintem. Azt már nem felfüggesztettük, azért van most a Hello, de... Jó, persze, és figyelj, házon belül akkor megbeszéljük, hogy mennyi az annyi, hogy mi a mondás, jó, és akkor azzal tudunk tovább menni. Jó, legyen ez akkor, köszi Barna, akkor ezt az e-mailt. Köszi Barna, köszi, Barna, köszi. Na, de hogy kicsit bemutassuk a vendégünket, Tenner Beni a Konyhakörnek a megálmodója, de manapság már inkább az Enszó étteremből lehet ismerős. Igen, ez egy rámen bár, ahol néha kirántunk dolgokat, meg így berántunk dolgokat, és akkor ettől lesz... De ez mit jelent, hogy kirántotok dolgokat? Egy rántott hús, vagy mit? Kirántott hús, kabátos hús. Hát mindaz, ami úgy kimegy Japánból, és fölveszi a nagyvilágnak így a gúnyáját, azt hívják ilyen Yoshoku foodnak, és akkor mi azt áruljuk. Jó, hát akkor fogunk beszélgetni az Argó nagy királyával, Tenner Benivel, és megbeszéljük, hogy mi idegesített föl bennünket, vagy őt a héten. Na hát, hogyha megengeditek, én tudom, hogy a Benit mi idegesíti például. De javíts ki, hogyha tévedek. De jó, hogy már egyből kellemetlen helyzetbe akarod hozni a vendégünket. Igen. Nem, mert hogy ez felém irányult, hogy az ilyen nagyon amatőr, nagyon rosszul megkomponált kaja képek az Instagramon, aminek jelen esetben én vagyok az elkövetője. Igen. És hogyha megengeded, akkor felolvasatok egy üzenetet, amit kaptam tőled, hogy kiraktam valamilyen padlizsános hányást. Padlizsános. És akkor már többször reagált, ezt ugye megint kezded, látom. A zsírpapír jelen esetben nem a közvetlenséget, inkább a rendezetlenséget erősíti. Kedvelem a mandulát, de miután csak a jobb oldalon van kiszorva, árulkodó, hogy nem organikusan került a foltos, jellemzően túlolajos papírra, minek egy szottyat padlizsára annyi tahin is cuccot önteni, mert finom és közel-keleti és szörfös és vega. Tudom, én önmagában a padlit nem értettem egy ideje, de az ilyen szegénységvizőben, blablabla. Tehát összességében ez nekem értelmezhetőbb, mint a lazacos tejhaba drépával. Food styling, nem uram? Harcolok az otthonvilág hírű szakácság ellen, de csak azért, mert én is visszafogom magam, állandóan visszafogom magam. Egyszer olyan sajtos tejfölös tésztát csináltál nekem, hogy 7 nyelven beszélt. Mikor? Ne időzzünk sokat ezen a tésztán, mert... Na jó, de ez téged nyilván azért idegesít, mert ehhez értesz. Hát vagy sokakat látok, akik értenek hozzá, és látom, hogy mind az, aki ért hozzá, milyen visszafogott, milyen decens, szemben sokakkal, akik sokkal bátrabbak ebben a témában. Hát ugye nem tudják, hol a falak. Tudod, hogy vak ez a ló, dehogy vak, csak vakmerő. Egyébként tényleg így a koronavírus, vagy tehát mi az a lockdown idején a legidegesítőbb dolog az volt, hogy az emberek hazamentek, és rájöttek, hogy kell rántottát csinálni, meg tükörtojást, és azt kezdték el kiposztolni. Persze, de mindent kiposztolni. Egyébként festeni is elkezdtek, meg padlót lerakni, és most ezt úgy mondom, hogy ezeket én csináltam például. És rettenetesen rossz minőségben. De kajavonalon megvan ez az ilyen lányoknak ez a quinoa tál, tudod, amit így sorba rárakja. Superfood. Superfood. Borzasztó. Na hát, ha már földgolyó megmentése, akkor van egy nagyon finom téma most a hétről,
mélegelő kiírtás. Most az történt, hogy a fidelitásosok, azok túlbuzgóan nagyon meg akartak felelni, és szervilizmusból összekeverték a politikát a kertgondozással, és hát kiírtottak egy mélegelőt, de egy olyan mélegelőt, amin egyébként tizenvalahányféle gondosan összeválogatott vadvirág és vadnövény. Hogy írtották ki? Elmondom neked, hogy hogy írtották ki. Elektromos kaszákkal írtották ki, de úgy, hogy egyébként csapot-papot nem kimélve. Tehát belevágtak a fák törzsébe, mindent a földel tettek egyenlővé, bezsákolták műanyag zsákba, és a büszkén pózolva azt mondták, hogy bezzeg, mert a másik oldal nem tudja gondozni, na majd mi rendet tettünk kéretlenül. Hát meg hogy azt gondolták, hogy az, hogy mert ott van egy ilyen ekkora méhlegelő tábla, amivel utána lefotózkodtak, és azt gondolták, hogy ez a fővárosnak a kifogása arra, hogy nincsen pénz. De ott volt a tábla, uraim. Hát meg a méhek, gondolom. Meg a méhek is, de hát mindegy, hát vesszenek a méhek, kit érdekel. Tehát a főkert kiadott egy 10 pontos intelmet, hogy mit nem szabad csinálni, hogy szakértelem nélkül ne nyúlj hozzá, hogy egyeztessél előtte, hogy a fák törzsét ne bassz szét azzal a damjillal, mert megsebzed és fertőzéseket okozol. Hogy nem műanyag zsákoszt, hanem vidd el komposztálni. Ne hagyd ott a kaszálékot, ne hagyd ott a szemetedet. Figyelj oda, hogy mit vágsz le. Mindegyiket keresztbe szarták ezeket a szabályokat. Szembe mentek az egésszel, és még büszkébb pózoltak is vele. Egészen elképesztő, és azon gondolkodom, hogy mit lehetne még tenni ezen felbuzdulva. Az jutott eszembe, hogy mondjuk mi lenne, hogyha lebetonoznánk végig a Dunát, fölfele a kisoroszi szigetcsúcsig, és akkor lenne egy 12 sávos autópálya föl, és sokkal hamarabb fölérnénk. Az például nem lenne rossz. Meg át lehetne rajta menni, tehát nem kéne a hidakon... Nem kéne a hidakkal bobekolni, meg Lánchíd felújítás, meg ilyeneket végül is azzal tudnán azt. Nem például az lenne tök jó, hogyha lecsempéznénk a Margit szigetet, mondjuk csinálnánk belőle egy ilyen focipályát. Tehát, hogy le kéne dúzolni az egészet, felhinten is murvával, és akkor például sokkal könnyebben át lehetne menni rajta. Vagy tudod, mit lehetne, hogy mondjuk fókabébik fejével kitölteni a kátyukat, és akkor nem lennének kátyuk. Fókabébi zsírral, vagy fókabébi fejekkel. Vagy hát minden fű helyett lehetne műfű végül is. És akkor meg nem kéne, tehát csomó vizet is spórolnánk egyébként, az fenntarthatóbb lenne. Hát hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk a Váci utca fölére fúznánk egy plázát, mert hogy akkor például nem lenne meleg, és akkor ott és olyan lenne, mintha egy plázába lenne. De a meleg, akkor mondjuk azt csinálhatnánk, hogy kis légkondikkal hűthetnénk a légkondik kültéri egységeit, ami ugye a meleget okádja, oda lehetne kis légkondik, amik meg befele tudnák fújni a meleget. Vagy hordhatna mindenki latex búslakodót folyamatosan, és akkor nem áznánk meg az esőben. Istenem, vagy gondolkodhatnának az emberek. Vagy tudod, mit lehetne még? Kis hősugárzókosokat küldeni a jeges medvékhez, hogy ne fázzanak szegénykék. Olyan rosszul néznek ki. Ami például nagyon nagy lelki erőt kívánt tőlem, hogy a munkai szituációkban felgyűlöm lett ilyen telefonbeszélgetések végén, amikor az információkat meg az egyébként már sokszor megbeszélt részleteit a dolognak, egyszerűen ilyen elengedhetetlenül sokszor ismétli meg a telefonpartnerem, és ez olyan, hogy amikor mondjuk megbeszélünk két egyszerű dolgot, hogy igen, akkor azt az e-mailt, igen, csatolom, és akkor elküldöm, és akkor igen, és akkor utána viszont azt lehetne, hogy vagy elküldöd akkor inkább azt, hát amit beszéltünk, igen, hogy akkor elküldöm reggel. Jó, akkor mindenképpen reggel küld, és akkor várom, jó? Jó, hát ahogy mondtam, 9 és 10, jó, akkor viszont tényleg várom az e-mailt, és akkor majd találkozunk inkább e-mail. E-mail címem ugye megvan, ugye? Igen, az a múltkori. Igen, az a, aha, az, de tudod mit, elküldöm SMS-re még egyszer, tuti. Jó, és akkor a csatolmát... SMS-re válasz, tudod? Oké, köszi, várom. Köszi, akkor küldeni fogom. Akkor küldeni fogom 9 körül. Oké, köszi. Üdv. És akkor köszire még egy ilyen, tudod, egy ilyen okéjjel, és akkor arra megint egy oké, hogy okéztam, hogy okéztad. És azt gondolnám, hogy most 6. alkalommal akkor ezt időzítettük, nem, mert akkor még egyszer nekifutunk. Egyébként meg nagyon köszi az egészet, és azt akartam még mondani, hogy akkor a e-mailben pedig akkor majd folytassuk az, hogy másik projekt, de egyébként... Meg nagyon jó, meg a nevét elmondani. Igen, köszi Benny, szia Benny, köszi, hogy hívtál Benny, szia Benny. Hello. Szia, hello, szia, hogy vagy, hello, szia. Szia, köszönöm, hogy felvetted a telefont. Azonban kerestelek, hogy... Tudom, nagyon köszi,
köszi nagyon. Köszi nagyon, tudod. Oké, okay, köszi akkor. Oké, okay, köszi, akkor beszéljük. Köszi, jó, várom akkor az e-mailt. Oké, köszi. Ciao, ciao. Köszi, szia. És egyébként a legeslegvégén kibújik a szög a zsákból, amikor egy ilyen lelketlen hellóval köszönnek el. Addig nagyon cukiságban. Igen, nem igen. Tudom, és a végén, na szia, oké, okay, akkor várom. Na, hello. És akkor a végén így, bazd, most azt hiszem, hogy jóba vagyunk, most mi ez a hello, vagy miért hello? Azt hittem, most igen, azt hittem, hogy végig szia, meg hogy köszi, vagy most akkor mi ez a hideg? Van olyan ismerősöm, aki nem tudja letenni a telefont anélkül, hogy ne az lenne, hogy jajó, oké, jó, köszi, hello, szia, jajó, hello, szia. Igen, miért kell rögni? Miért kell azt a szót használni, hogy hello például? Hello. Most már túl szigorúak vagyunk tényleg. Tudod, hogy hívják azt az anyagot, azt a habot, ami kiül így az emberek szájára? Amikor így ideges vagy, hogy szomjas, igen. Mint a... Ez, igen, mi? Igen. Hogy? Szájsajt. Nem. De gusztustalan. De ezt hogy ezt a gasztrovilágban tanultad meg? Nem, éjszakai élet. Éjszakai élet? De ezt használják ott sokan? Ott nagyon termelődik a szájsajt. Szájtúró. Jaj, de rossz. Nem, ez a szájsajt, ez nagyon rossz. És ezt érlelik? Vagy hogy, valaki érleli, valaki... Egyéni szóc. Sokfélék vagyunk. A sajt magán, és ugye. És mindannyian úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk. Ez így van rendjén. Sajt. Hú, Benny, figyelj, hogy ez a szájsajt azért ez nagyon kemény. Ez belém ivódott. Hát hogy is mondjam, hogy ez az életem szendvicsében benne lesz most. Tudom, már. Hogy nagyon undi, de a klub életben és a diszkotékában... A klub szendvicsben mindig kell egy kis szájsajt. A diszkotékákban ez egy állandó jelenség, gondoltam, elmondom. Jó, hát figyelj, a Diszkolisz című számunkban lehet, hogy majd lesz szájsajt mondjuk a klipbe vagy valami, nem? Nem sokára kijön, majd nézzétek. Meg nézzetek be az Enzo étterembe. Köszi szépen, Benny, hogy eljöttél. Nagyon és... szívesen. És köszi, Benny, köszi Márko, köszi megszörgődődlek. Várom az e-mailt, köszi Márko. A számod ugyanaz, mint ami még a múltkor volt, hogy cégesen el tudok kérni? Igen, de jobb, hogyha küldesz egy e-mailt, mert jobb, hogyha minden e-mailen van. Persze, a jó, a hellóra meg egy memót, akkor átdobok azt majd a akkor. Azt csinálja a memót. Ja, jó, az beszéltük, igen, köszi. Majd küldök majd egy Zoom meghívót, és akkor majd dumáljunk, hogy akkor... Igen, mindenképpen az jobb egyébként látni a másik fejét, hogy nem csak úgy a Én csak visszaszólnék, hogy a 9 vagy a 9:30, mert még nem látom, hogy hallom meg. Hogy lehet, hogy 9-en megyünk 10-re, vagy 10-re, 9-en? Jó, most kicsit, ez jó, nem, hogy mondod. Na, jó, hogy mondod akkor egyébként. Akkor ezt írd be, Réci Barna, jó? Ezt felvettem majd a következő meetingen, és akkor majd átdobjuk. Okay, jó, hogy annyi, Barna, hogy nekem annyi, nem lesz hogy jó, egy... annyi, hogy nem lesz jó nekem a holnap. Annyi, hogy egy kávét légy szíves, jó, Márko, amíg. Jó, annyi, tényleg ennyi. Na, meg lettél köszönve akkor, hogy el lettél jövve. Csavozlak. Meg lettél csavozva, puszantás. Köszönjük szépen, Benny. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Jövő héten pedig... Ujj!